Sziasztok, én Takács Petra vagyok, ez pedig a TP Makeup YouTube csatornája, és ebben az évben, nem az első videóban, de az első bőrápolós videóban most egy jó kis revoxos kedvezményt szeretnék bemutatni nektek. A legutóbbi revoxos videóm hatalmas sikernek örvendett. De tényleg, nem is gondoltam volna, hogy ekkora siker lesz belőle. Úgyhogy most szeretnék nektek egy újabb revoxszal kapcsolatos videót készíteni gyorsan. Most ezek így jöttek össze, úgyhogy nem csak erről beszélek nyilván ezen a csatornán, de úgy gondolom, hogy ezt most kár lenne kihagyni. Csak azért, mert decemberben is beszéltem Revoxról, ugyanis a lovebrands.hu-n, akikkel már jó ideje, szerintem most már több mint egy éve dolgozom együtt, szoktak lenni ilyen Revox boxok. Ez azt jelenti, hogy bizonyos téma szerint összecsoportosítunk termékeket, hogy ezzel megkönnyítsük számotokra a vásárlást, és most hámlasztós boxok érkeztek, ami azért is nagyon jó most, mert ugye a téli időszakban a kémiai hámlasztást egyrészt nagyon jó elkezdeni is, másrészt nagyon jó, ha már hámlasztasz egy ideje, esetleg magasabb szintre emelni, ez azt jelenti, hogy mondjuk magasabb százalékú terméket választani, vagy pedig ugye ilyen és vagy, tehát ez ugyancsak a magasabb százalékúba esik, akár ilyen lemosós, tehát ilyen 20-30 százalékos termékeket is lehet választani, ha már nem vagy kezdő hámlasztó, tehát ha ez azt jelenti, hogy ha már azért 5-10 százalékos dolgokból egy jó pár üveget elfogyasztottál. Ugye mondanom se kell, hogy hámlasztás ide vagy oda, a fényvédelem, illetve a hidratálás, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos a téli hónapokban is. Akik már ilyen 20-30 százalékos lemosós hámlasztókat választanak, azok meg aztán tényleg télen is nagyon-nagyon figyeljenek oda a fényvédelemre, tehát kenjék újra a fényvédőt, 1,25 ml minden alkalommal, és a többi, és a többi. Rengeteget beszéltem már erről. Van egyrészt egy a hámlasztásról szóló videóm, tehát hogyha esetleg ide tévedtél most, és nem tudod, hogy mi az a kémiai hámlasztás, illetve hogy miért inkább kémiai hámlasztókat használjunk, és ne bőrödírt, akkor mindenképpen azt a videót nézd meg, illetve lerakom a leírásban a legutóbbi revoxos videómat is, illetve van most már fényvédős, nem is videóm, hanem lejátszási listám, tehát egy csomó-csomó videón keresztül beszélek erről a témáról, úgyhogy ezt is nézzétek meg, mielőtt belevágunk ebbe, és mindjárt el is mondom, hogy miért így hoztam fel ezt az egész témát. A Lovebrands-el a Revox boxokat úgy állítottuk össze, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt. Ezekbe a boxokban most az AHA hámlasztók kerültek be, tehát a szalicilsavat azt most kihagytuk, ugye AHA, BHA különbségről is abban a hámlasztós videóban tudtak tájékozódni, nagyon röviden, ugye az AHA hámlasztók gyakorlatilag a bőrradíroknak a modernebb fajtái, amik ugye a felső hámréteget hámlasztják le, a BHA az pedig egy zsírban oldódó sav, ami behatol a pórusok közé, és ott kitisztítja, amit ki kell tisztítani, tehát az inkább egy ilyen a zsírosabb bőrűek, pattanásosabb, vitteszeresebb, zsírosabb bőrűek számára megfelelő hámlasztó. A Revox kínálatában amúgy ez is megtalálható, de ez most, mint mondtam, ebből kimaradt. Viszont van ugye három szuper, itt már szorongatom őket, AHA hámlasztója a Revoxnak. Az egyik az ugye a mandulasav, 10%-os mandulasav. Ez a legenyhébb. Tehát ez az abszolút kezdőknek, illetve az érzékeny és rozácsás bőrűeknek a hámlasztója, de amit fontos kihangsúlyozni még a mandulasavról is ezt, ritkán hangsúlyozzák ki, és bevallom, én is ritkán hangsúlyoztam ki, hogy nagyon jó antibakteriális hatása van. Ez miatt a zsírosabb, pattanásosabb bőrűek is, hogyha szeretnének egy AHA hámlasztót, és még kezdők, akkor nagyon-nagyon jó választás lehet számukra
a mandulasav. A 10%-os mandulasavat nem kell lemosni. Tehát este, tisztítás után felkened a hámlasztót, megvárod, még beszívódik, ha vannak egyéb szérumaid, felteszed utána, majd végül bekrémezed az arcodat. A következő erősséged, ez még szintén a nem lemosós kategória, azt a 10%-os tejsav képviseli, nincsen ráírva, hogy 10%-os, de megkérdeztük a gyártót, és 10%-os a tejsavuk. Mind a kettőnél láthattátok, hogy plusz HA. Tehát a mandulasavnál is, meg a tejsavnál is ott van, hogy plusz HA, az a hialuronsavat jelenti, mind a kettőben van pluszban hialuronsav is, ez egy plusz hidratálást, illetve a savaknak a működését is egyébként jól elősegíti a hialuronsav, ebben most nem menjünk bele, de az a lényeg, hogy van mind a kettőben. A tejsav az már egy fokkal erősebb. Nem mondom, hogy aki még soha életében nem hámlasztott, az nem kezdhet egy tejsavval, de csak és kizárólag akkor, hogyha nem érzékeny a bőre, ha nem tapasztalt soha irritációt, kipirosodottságot, semmi ilyesmit korábbi termék használat esetén. Nyilván nem lehet ezt ilyen konyha mérlegen lemérni, de egy 10%-os mandulasav nagyjából olyan erősségű, mint egy 5%-os tejsav, tehát körülbelül ezt így kell nagyjából mérni, de mondom, tehát azért nyilván nem lehet ide egyenlőség jelet tenni, de körülbelül az erősség az így van, illetve így növekszik. És a harmadik típusú hámlasztó a kínálatban, az pedig a glikolsav, tök örülnék, azaz, hogyha fókuszálna végre a kamerám, ez egy 20%-os glikolsav, és ez már viszont a lemosós kategória, ezt már nem hagyjuk az arcunkon. Valamelyik videóm alatt ilyen rém sztorit írt valaki, hogy ja, hát ő amúgy ezt soha nem szokta lemosni, meg szinte minden nap használja, tehát ilyet ne csináljunk. Túlhámlasztjuk a bőrünket, és nagyon nagyban növeljük a bőránknak a kockázatát, hogyha túlhasználjuk a hámlasztókat, és egyébként mellette meg nem védjük a bőrünket. A lemosós hámlasztóból heti egy javasolt arcra, testre lehet többet is, mondjuk heti 2-3-at, ha bírja a bőrötök. A nem lemosós verzióból pedig heti 2, nagyon rinocéros bőr esetén heti 3 javasolt. Ennél többet nem kell, és nem is érdemes. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog a bőrünknek, a kémiai hámlasztás. Rengeteg mindenben segíti őt, de hogyha túlhasználjuk, akkor nyilván minden kontraproduktívvá válik. Azt szoktam mondani, hogy nyilván, ha nem iszol vizet, akkor egy idő után meghalsz, de a túl sok vizet iszol, attól is meg lehet halni. Ugyanez, tehát ne használjuk túl, mindennek tudjuk a mennyiségét. Most térjünk egy kicsit vissza a glikolsavra, és közben mandulasavat mutatom, tehát a glikolsavra. A glikolsav az a legkisebb molekula méretű AHA hámlasztó. Ez miatt ugye sokkal jobban be tud menni a hámsejtek közé, és egy ilyen sokkal előteljesebb hámlasztást tesz lehetővé. Ez miatt ő a legerősebb a három közül, AHA hámlasztó, plusz ez még nagyon magas százalékkal is bír, amúgy a glikolban is vannak olyanok, amiket nem kell lemosni, a Revox kínálatában csak lemosós van glikolsavból, úgyhogy ez mindenképpen olyan embereknek való, akik már hámlasztottak, tehát elhasználtál legalább két üveggel egy sokkal enyhébből, illetve nem érzékeny és nem rozáciás a bőröd, tehát nekik abszolút tilos ennyire erős hámlasztót használniuk, viszont hogyha problémás a bőröd, nagyon erős foltokkal küzdesz, akár a pattanások után, akár pigmentfoltokkal, akkor viszont a glikolsav az egy nagyon jó fegyver lehet a te kezedben, csak muszáj hozzászoktatni a bőrödet a hámlasztáshoz. Na de akkor nézzük, hogy mitől is lesznek ezek boxok? Mert ugye most oké, hogy itt felsoroltam három hámlasztót, de hát, hogy most akkor mitől lesznek boxok? Attól lesznek boxok, mindjárt mutatom is, hogy mind a három hámlasztóhoz, tehát három hámlasztós boxot csináltunk, hozzátettünk 2 plusz terméket. Az
egyik, az egy fényvédő. Nyilván mondanom sem kell, hogy fényvédőt tettünk, ha már van a Revox kínálatában, a hámlasztós boxokhoz. A Revox fényvédőről ebben a videóban beszéltem, illetve mutattam meg, hogy hogy néz ki bőrön. Ez egy nagyon jól bemattuló fényvédő, tehát ha matt fényvédőt keresel, akkor ez egy jó választás. Illetve egy hidratáló krémet is mellé tettünk, ez a kollagén aminosavas hidratáló krém. Erről még egy pár szót szeretnék ejteni. Nem tudom, hogy videóban beszéltünk már előre a kollagén dologról, ugye a kollagén az egy nagy molekula, és nem tud bejutni kívülről a bőrbe, mivel nem tud beszívódni a molekula mérete miatt. Kollagén rostok, azok ugye a bőrünket feszesen tartják, ezt lehet különböző anyagokkal, illetve eljárásokkal, majdnem azt mondtam, hogy elvárásokkal, serkenteni, illetve lehet kollagént fogyasztani, ugye kapszulák meg ivólé formájában, ivólé, de én mondtam, te jó ég, mindegy. Viszont ugye a kollagénnek vannak, tehát ez egy nagy-nagy molekula, és hogyha így eltörjük, vagy elszabdaljuk, akkor aminosavakból áll egyébként ez a molekula, és a kollagén aminosavak, tehát ami ebben is benne van, hogy kollagén, amino, acid plusz HA, tehát ebben is van hialurom. A kollagén aminosavak azok viszont a bőr természetes hidratáló anyagának, rétegének, ugye az NMF-nek, ez a Natural Moisturizing Factor, erről már beszéltünk, azt hiszem az egyik hidratálós videómban. Szóval ennek az egyik része. Úgyhogy, és csak azért mondtam el, mert volt, aki kérdezte, hogy hát de akkor, ha a kollagén nem szívódik be kívülről, akkor miért van ebben kollagén? Ebben nem kollagén van, ebben kollagén aminosavak vannak, amik nagyon jó és nagyon hosszú távú egyébként hidratálást tesznek lehetővé, szóval ez egy jó kis hidratáló krém. Mindjárt megmutatom mind a kettőnek azért az állagát. Ez a hidratáló krém, ez egy ilyen közepesen sűrű állag, szerintem esti hidratáló krémnek tökéletes, nem túl zsíros érzetű, ez pedig a fényvédő. Mind a kettőnek nagyon kellemes az állaga, úgyhogy én mind a kettőt ajánlom. Szóval akkor, hogyan is lettek összerakva ezek a boxok, azaz dobozok? Van egy kezdő hámlasztó box, hidratálókrém, fényvédő és mandulasav, van egy ilyen középhaladó, ugyanez, hidratálókrém, fényvédő és tejsav, és van egy haladó, hidratálókrém, fényvédő és glikolsav. Szóval e között a három között tudtok választani magatoknak, és tudjátok elkezdeni, vagy pedig egy újabb szintre emelni az AHA hámlasztásotokat a rutinotokban. A linket, illetve egyéb hasznos információkat is leraktam a leírásba, mindenképpen nézzétek meg. Ha bármi kérdésetek maradt ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan tegyétek föl. Próbáltam azért elmondani mindegyik hámlasztóról pár szót, illetve ugye a krémről, meg a fényvédőről is, de lehet, hogy kihagytam valamit, úgyhogy nyugodtan kérdezzétek meg. Már még az előző videómban is mondtam, de ide is elmondom, hogyha bármi téma ötletetek van, most így 2022-ben nyugodtan dobáljatok meg vele, mert mindig nehéz kitalálni, hogy miről beszéljek. És addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és jövő héten jövök új videóval. Sziasztok!